Mátyás király és a varga. Buda várában élt egyszer egy szegény varga. Elhatározta, hogy var egy szép parádés csizmát, s elviszi a királynak ajándékba. Mikor a csizma elkészült, fogta, s megindult a várba. A vár kapujában útját állotta egy őr. Hova, hova, szegény varga? Mátyás király elejébe ezt a pár csizmát viszem neki ajándékba. Beeresztelek én, de csak egy feltétellel. Mit kívánsz? Csak azt, hogy amit a csizmáért kapsz, annak a felét nekem adod. Mit tehetett a varga? Megígérte, s ment tovább. De a király szobája előtt megint találkozott egy őrrel. Az is megállította. Akár csak a másik őr, ő is a felét kérte annak, amit a varga majd a csizmáért kap. A varga neki is megajánlotta. Végre bejutott a varga a királyhoz, s odaadta neki a csizmát. Mátyás király mindjárt felpróbálta. Hát a csizma úgy állott a lábán, mintha ráfestették volna. Mivel ajándékozzalak meg ezért a szép csizmáért? Ha meg nem sértem, felséges királyatyám, Száz botütést adjon nekem ajándékba. A király nem akart hinni a fülének. Száz botot kérsz, ezért a gyönyörű csizmáért. Én azt. Megkaphatod, vont vállat a király. Szólt az udvarmesternek, az meg a szolgáknak. A szolgák hozták a derest, aztán jött a négy hajdú. Nőreg, feküdj le! nem engem illet a száz bot felséges királyatyám, hanem azt a két őrt, kik ide bebocsátottak. Ők felét-felét elkérték annak, amit a csizmáért kapok ajándékba. Megígértem nekik, nem rövidíthetem meg őket. A hajdúk gyorsan deresre húzták a két őrt. Egyiknek is, másiknak is hűségesen leszámolták az ötven botot a varga pedig kapott egy szakajtó aranyat a királytól. A magyar népmondát Kolozsvári Grand Pierre Emil dolgozta át. Képtervek és grafika Haui József. Szerkesztő Tímár Zsuzsa.